Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu online felületen, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és szerencsére nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem itt van állandónak tekinthető műsorvezető társam, illetve hát szakértő vendégem, vagy micsodán, Pál Andris. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok neked! Hát tényleg jó ez a reggel, ugye két hete is itt voltál a műsorban, szóval így egészen igaz. Tök jól el vagyunk kényeztetve ebből a szempontból. Jézus! Hát igen, mert olyan ritkán van, hogy elmegy valaki, szundikál, két hétig nézegeti a világot, aztán visszajön a Szokolébresztő. Nem is tudom, volt valami ilyen, de hát lehet, hogy még a hősi időkben ugye volt nyilván, de azóta ritka esemény. De most ugye azért tök jó, mert ugye van miről beszélni, mert ugye hát két hét... Mindig van miről beszélni. Mindig van miről beszélni. Ha nincs miről, akkor csinálunk valamit, amiről így lehet van. Beszélni. Például építetek egy műholdat. Na de ugye arról volt szó múltkor, na de az volt, hogy ugye kettő héttel ezelőtt volt az, hogy bejöttünk ide, megbeszéltük, hogy mi a helyzet a ti műholdjaitokkal, és utána két nappal később, vagyis szerdán, ha jól emlékszem, akkor az november 16-a volt, igen, el is indult a várva várt Artemis 1 küldetés, ami ugye nem más, mint a hát a NASA Artemis programjának az első ember nélküli próba útja, amelyen az Orion űrhajót juttatták. Hát majd mindjárt meglátjuk hova, ugye azt szoktuk mondani, hogy hold körüli pályára, de hát azért ez egy érdekes dolog, hogy igazából mi is, ugye erre azért szentelhetünk egy kis időt, de lényeg az, hogy a várva várt óriás rakéta ugye elment. Most egyébként, hogy utalgassak a múltunkra, természetesen ugye lehet ugye visszahallgatni mindenféle Szokolébresztőt, mert azért nem is olyan rég volt ilyen adás, amelyben hát már vártuk ezt a startot, ugye? Ezt csak már várjuk, hát ezt már várjuk egy ideje, ezenben 2016-ra tűzték ki először. Hát ahhoz képest nem is rossz. Igen, de hogy a Szokolébresztőnek a 140. epizódja az például akkor volt, amikor majdnem elindult a rakéta. Ugye ez az adás amúgy szeptemberben volt, tehát ugye augusztus végén volt egy majdnem start, és akkor ugye ennek tiszteletére csináltunk egy adást már, amiben egyébként rakétafüst kolléga maga is szakértett az űrhajózás jövőjét illetően, ugye aki a 6 éves szakértőnk. Na szóval ő vele volt egy beszélgetés, de hát meg hát nem csak vele. A feszültségfokozó halasztás az Artemis korszak előtt, ez volt a 140. Szokolébresztő. Régebbi szokolébresztők azok mind visszahallgathatók természetesen, több helyen, hogy más nem mondjak, ugye a Tilos archívumán kívül a szokolébresztő.hu-n, sokolébresztó.hu. Onnan el lehet jutni mindenféle olyan felületre, ahol tök jól vissza lehet hallani mindazt a sok okosságot, amit, hát, illetve oktalanságot, amiket az eddigi 141 néhány órában. Most hanyadik adás, ugye ez úgy történik, ennek a kiszámítása, ugye, hogy a múltkorihoz hozzáadunk egyet. Na most ugye múltkor ugye azt mondtuk, hogy az azért volt egy történelmi adás, 140, hogy pont 6 napnyi jött össze, tehát ugye 6x24 órányi szokolébresztőt termeltünk. Így úgyhogy igaz. Gyors felszámolás eredményeként az 144. Más, mint 144. Igen. Tehát ha akkor igazat állítottunk, akkor ez a 140, vagy lehet, hogy az volt a 145. és ez a 146. Na, ki tudja? Ezért bonyolult. Ki tudja? Még 8 biten ábrázolott, hogy nem annyira gáz. Bár mondjuk ez a legkevésbé érdekes dolog, mert annyi érdekes téma van, hogy most pont ezen drugózunk, de valójában az az igazság, hogy az volt a 145. adás, és ez a 146. Tehát igen, ez jó, már sok. Okay. Roham léptekkel haladunk a végtelen felé. Amint ezt az emberiség is teszi az űrben, ugye itt van rögtön ez a remekbe szabott start, ami tényleg egyébként rohadtul látványos volt. A kedves kolléga megfigyelte ezt? Így igaz. Igen.
Jó, na, korán volt, mármint ottani idő szerint későn. Este bizony, hajnali egykor volt, ugye Floridában. Azt hogy itt idő szerint hajnali hét, az teljesen igen, jó. Igen, az teljesen valid dolog. Hát most én bevallom, hogy én nem láttam élőben. Na de mindegy, utólag visszanézve is elég durva, tényleg nappali világosságot csinált a cucc. Igen. Tehát ugye egészen durva, hogy ilyen helyekről, mint állítólag Virginiából látni lehetett. Az hányal van Florida fölött? Kettővel, ugye? Igen. Kettővel. Igen, mert két Karolina igen, van igen, még igen. Közte. Hát aha. Igen, meg ott van ugye Georgia. Az kicsit balrább van. Igen. Igen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy iszonyatosan durva volt, tehát ugye gyakorlatilag nappali világosságba borította ott az eget. Ami egyébként tényleg csuda szép és csuda jó, meg szinte szimbolikus, mert utoljára olyan, hogy ekkora Benga nagy hordozó rakéta indult erről a bolygóról, úgyhogy azt emberek is lássák, az ugye 1972-ben volt, és az is egy éjszaka is tart volt, az Apollo 17, az utolsó Apollo, és az ugye majdnem pont 50 éve. Tehát ugye az decemberben indult, az Apollo 17. További Apollo programoknál nem használták hát ezeket a éjszaka is, de hát ugye a Skylab-ot is egy Saturn-ot indította, igen. De az egy nappal is tart volt. Tehát a Saturn 5-öt egyszer indították éjszaka, az N1-et, ugye hát az mindig nagy látvány volt, csak ugye nem feltétlenül a szó legjobb értelmében, ugye azok a szovjet oldrakét, ami úgy felrobbangatott, annak volt egy éjszaka is tartja, ami ugye hát természetesen robbanással végződött, mint az összes N1 start, ugye? Hát ne nevessük ki őket, azért ez nagyon-nagyon bonyolult izé, tehát hogy lett volna nekik még néhány évük, akkor ez egy nagyon menő rakéta lett volna. És aztán ugyancsak volt még az ilyen gigantikus méretű rakéták kategóriájában, mondjuk azt lehet sorolni, amik mondjuk valamilyet, hogy mondjuk teljesen, hogy mondjam, ilyen esetleges határok, de mondjuk valamire, ami mondjuk, mit tudom én, 75 tonnánál többet földkörüli pályára tud állítani, alacsony földkörüli pályára mondjuk, azt már talán lehet ilyen heavy lift launchernek nevezni. Abban már van anyag. Az már igen. Na most akkor ebbe a kategóriába az energia rakéta is belefér, aminek szintén volt egy éjszaka is tartja, amikor fölvitte a Buránt. Ugye az is egy éjszaka is tart volt, azt hiszem. Na, de a lényeg az, hogy az biztos, hogy Amerikából éjszaka, ekkora cuccnak az éjszaka is tartja az 50 éve volt, és hát ez nyilván elég durva látvány lehetett. Tehát, hogyha ez például Tallahassee-ből, ahol tavaly voltunk nyáron, ha most ott lettünk volna, akkor onnan is simán láttuk volna. Hát ez... De akkor inkább oda mentetek volna nyilván. Hát akkor inkább oda átgurultunk volna Florida másik. Ugye egyébként tényleg, hát ugye abból is látszik, hogy mennyit halasztották ezt a startot, hogy ugye... Hogy nyilván... még az is rajta volt a sorplisztán, hogy onnan persze, nézitek. Persze, az volt, igen, hogy igen, mennyire igen, menő igen, lesz, igen. Hogy pont akkor megyünk ki Amerikába Fulbright ösztöndíjazni a családdal 3 hónapra, amikor majd indul az SLS. Mondtuk ezt 2021-ben. Na, de hogy azért ez megtörtént végül, ez tök jó ez a start, és az a csodálatos az egészben, amit mondjuk ennyi halasztás után el is vár az ember, hogy minden tökéletesen működik. Tehát igazából ahhoz képest, hogy mennyi szívás volt indítás előtt, hogy itt szivárog a hidrogén, ott mit tudom én, ahhoz képest legalábbis olyan probléma, ami átlépte volna azt az inger küszöbet, hogy mondjuk a küldetésnek a blogján megírják, ugye az Őrstől tudjuk, hogy mindig az a szentírás, ami az adott űrprogramnak a blogján megjelenik, ugye, igaz? De az Őrs is mindig azt mondja, hogy nem tudom, hogy beszélhetek-e arról, hogy mi van a James Webb-el, vagy hogy fönn van-e már a blogon. Na, megnézze az ember az Artemisnek a blogját, és akkor ott igazából nagyítóval sem találunk hibát. Tehát ez azért elég menő. Most a repüléssel egyébként eddig az történt, hogy ugye fölment a cuccocska. Ugye majd mindjárt megbeszéljük, vagy elmeséled majd jól, hogy mi mindent visz magával egyébként az Orionon kívül. Mert nyilván az Orion ellopja a sót, de azért megemlékezünk arról a 10 egyéb kis másodlagos teherről, amit ez a cucc elvisz, amit ugye volt olyan tervetek, hogy esetleg követni is próbáljátok egyiket másikat, a Földről rádió útján. Így igaz. Na most aztán utána viszont elment, szépen repülget a cuccocska. Egyelőre ugye minden rendben van, de most nézzük akkor csak egy gyors recap, tehát november 16-án indult az eszköz. Az Apollónál lassabb és tök másmilyen pályán repül, erről is majd mindenképpen beszélnünk kell, tehát nem 3 nap alatt érte el lényegében a hold közelségét, hanem 5 nap alatt. Tehát amikor megtörtént az a
ami az, az az, amit mondjuk úgy lehet mondani, amit igen, ilyen kezdőhint a manőver. Igen, igen, ez az powered flyby, ugye ez is egy újdonság, tehát hogy, hogy ugye ez egyáltalán nem egy szabad esési pályán lendült el a Hold mögött, hanem úgy, hogy közben ment a hajtóművecske, ez november 21-én történt, tehát ugye 6 nappal a start után. 5-6 nappal. És akkor mostanra befejeződött, most éppen jelenleg ezen a furcsa dolgon van, mert hogy aztán volt még egy ilyen, ilyen gyújtás, ami ráhelyezte erre a valamire, amit, amit úgy hívnak, hogy Distant Retrograde Orbit, vagyis távoli retrográd pálya. Ezen kering jelen pillanatban az űrhajó, hát mondjuk... Nagyjából félúton. Igen, tehát kettő igen. kört tesz úgymond hát a Holdhoz viszonyított rendszerből, másfél. Mert azért vissza is kell jönni. Igen, igen, és akkor utána lesz egy december 1-én, vagyis csütörtökön most lesz egy gyújtás, ami hazahozza onnan, és aztán szépen jön vissza, és akkor megkezdődik lényegében a vissza, vagyis hát az a pálya elhagyása, és akkor utána lesz egy return powered flyby, tehát még egy elrepülés a Hold mellett, ami hajtóműves december 5-én, és végül december 11-én ér vissza. Tehát igazából ez egy tök hosszú, ez egy 25 napos repülés. És érdekes, hogy nem csak azért 25 nap, mert sok mindent művel ott a Hold körüli pályán a cucc, hanem azért is, mert egyszerűen az oda meg vissza utak hosszabbak, amit ugye nagy részt indokol ez a pálya. Tehát ezt a, oké, és akkor persze még egyszer, ugye ez egy emberes űreszköznek a próbaútja, nincsenek rajta emberek, de majd 2 év múlva már lesznek, úgyhogy majdnem minden olyan, mintha lennének rajta emberek, de azért na, nem de egyébként pont ez a jó kérdés valójában, hogyha emberek lesznek rajta, akkor ugyanilyen jellegű pályát választanak? Hát ugye ez az Artemis 2 küldetés lesz, ami, ami én szerintem ugyanilyen pályán lesz, viszont ami majd utána fog történni, az a Gateway nevű űrállomás, amihez menni fognak majd a későbbi repülések, az meg egy másik ilyen beteg pályán lesz, amit ugye úgy hívnak, hogy, hogy Near Rectilinear Halo Orbit. Az is egy ilyen beteg pálya. Most arról is volt egy adás, kedves gyerekek, az volt a Parallaxi, a Szokorébresztőnek a 135. adása, melynek címe Gyors tüzelésű UV-távcső és a legbetegebb holdkörüli pálya. Most a legbetegebb holdkörüli pálya az is egy olyan pálya, ami majd a Gateway űrállomás fog keringeni, amelyről majd az emberek Hold körüli pályáról lemennek a Hold felszínére, és onnan vissza. És ugye, hát most jó kérdés, hogy ennek mi az értelme, de mindegy, ezt most hagyjuk. De a lényeg az, hogy azért nagyon jó poén az a pálya, az, ami majd a Holdi űrállomás fog keringeni, ez a Gateway Dióhéjban, mert ez egy olyan cucc, ami lényegében tényleg nem a Hold mint tömegpont körül kering, mert akkor lényegében a, hogy mondjam, csak a távoli csillagokhoz, vagy a világegyetem képzelt mondjuk ki a szót, inercia rendszeréhez képest megtartaná a pályasíkot, ami azt jelenteni, hogy viszont a Holdhoz, meg a Földhöz képest ugye a pályasík elfordulna, tehát néha élével látnánk a Hold körüli pályát, ami mondjuk poláris Hold körüli pályát, néha meg lapjával, hogyha egy sima Hold körüli pálya lenne, de ez valójában egy olyan pálya, ami nem a Holdhoz van kötve, hanem lényegében a Föld-Hold egyenes körű mentén, ugye vannak ezek a librációs pontok, és egy arra merőleges, tehát arra a vonalra, ami lényegében összeköti a Földet a Holddal, arra merőleges, különleges pálya, ami lényegében ez miatt nem is a Hold körül kering, hanem hát vannak ilyen gravitációs, hát hogy mondjam csak... Hát igazából az a kérdés, hogy mennyire pontok, mennyire van a, vagy lesz a Hill-szférához közel abban amellett. Jó, hát igen, most próbálok ilyen szavakat nem használni. De szerintem igen. Nem feltétlenül baj, hogyha tudjuk, hogy... Jó. Na, tehát ugye úgy lehet egyszerűen megfogalmazni, hogyha már így beszélgetünk ezekről a dolgokról, hogy veszel egy holdat, igen. Egy darabot, keringtetsz körülötte valamit, ugye, ez ideig meg jó, és tegyük fel, hogy a Föld az nem piszkálja a pályáját, ez kellően messze van, akkor mennyi idő alatt kerüli meg a Holdat? Hogyha kevesebb idő alatt kerüli meg a Holdat, úgy határozottan kevesebb idő alatt kerüli meg a Holdat, akkor az jó, mert akkor ugye a Holdnak a gravitációs hatása érvényesül, tehát akkor tényleg azt mondja, hogy oké, most akkor a Hold körül keringünk. Ugye a Föld-Hold esetén is van ilyen, mert ugye a Föld az ugye pont egy évvel ott kerüli meg a napot, definíció szerint, a Hold meg ugye egy hónap alatt, és ugye egy hónap az kisebb, mint egy év. Tehát az innen is látszik, hogy a Hold az tényleg a Föld körül kering. Pont azért, mert az egy hónap az kevesebb idő, mint egy év, olyan kényelmesen kevesebb, pontosan 12-szer. Hát azért ja. Megy ez. Igen.
Na most akkor, igen. És így próbálom nézni ezt az animációt itt közben, hogy hol, és ez pont nem látszik ebből egészen jól így határozottan, hogy ez most milyen messze kering, de nyilván azért el kell. Szóval amin a gateway lesz, tehát ez a rectilinear halo orbit, ugye az olyan, hogy egy nagyon elnyújtott ellipszis pálya, de az benne a praktikus csoda jó dolog, hogy egyrészt ugye ennek a pályának a síkja ilyen csoda beállítások miatt, amit lehetővé tesznek ezek a másik librációs pontok jelenléte, hogy lényegében mi mindig merőlegesen látunk rá arra a pályára. Tehát az úgy kering a hold körül, hogy a földhöz képest a pályasík nem fordul el. És ez azért jó, mert például egyrészt nincs soha rádiócsönd, tehát nem tűnik el az űreszköz a hold mögött. Másrészt viszont ugye lehetővé tesz ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen taxizás tulajdonképpen egy magas, a holdtól távol levő pont, meg a holdhoz relatíve közel levő cucc között, és azt meg be lehet úgy állítani, hogy az alacsony pontja az pont a bázis fölött legyen, vagy ha úgy tetszik, éppen a magas pontja a pályának legyen a bázis fölött, ugye a bázist amúgy a holdnak a déli pólusára tervezik, vagyis hát nem is bázis lesz az még, csak az első leszálló hely az Artemis 3-nál. Úgyhogy ez egy jó pofa dolog, és azt most próbálja ki először ez a Capstone a nevű CubeSat, amiről ez a 135. adás, amikor erről a pályáról sokat beszéltem, ugye erről ezt próbálja ki, ez a Capstone. Na de, ugye még egyszer, ez az a pálya, amin a Gateway fog keringeni, ez a mostani szonda, vagyis mostani Orion űrhajó azonban nem ezen kering, úgyhogy most akkor léci, szerintem most már, hogy így belekezdtünk, akkor most meséld el, te meredsz, akkor már elindultunk ebbe az irányba, Jézusom. Hogy akkor milyen is ez a pálya, ez a mostani másfél kört teszünk a hold körül, meg mi körül tesszük, meg hogy, meg miért, hogy is van ez. Ugye két olyan pontja van ennek a pályának, amikor viszonylag a holdhoz közel megy. Uh-huh. Hát elindul ugye a Földről, szépen odaér a holdhoz, akkor csinálj egy olyan manővert, amit lehet mondani akár Hintal manővernek is, ha úgy vesszük, onnan viszonylag eltávolodik a holdtól. Viszonylag az azt jelenti, hogy hát ugye tudjuk, hogy a Föld-hold távolság az majdnem 400 ezer kilométer, lehet 400 ezer kilométernél több is, ugye átlagosan 384 ezer kilométer, és majdnem 100 ezer kilométerrel eltávolodik a holdtól. És akkor ugye elindul egy kicsit visszafele, mármint úgy relatíve ugye a Föld-hold rendszerből nézve kicsit visszafele, olyan 50-60 ezer kilométerre a hold felett, majd utána, amikor megtesz innen nézve egy hát mondjuk azt, hogy félfordulatot, akkor megint csinál egy ilyen hintamenővet, és akkor utána indul vissza. És akkor ezek között az időskála az pont ilyen 5-6 napos részegységekből szépen összerakható, és akkor így jön ki ez a 21 néhány napos küldetés, 25 napos. És ugye azért hívják retrográdnak ezt a pályát, ugye emiatt, mert hogy ugye az van, hogy ugye a Földről nézve ez ellentétes a másik irányba kering, úgymond, mint a hold. Igen, tehát hogy fölülről néznénk ezt az egészet, akkor nem arra kering, mint a hold, tehát az óramutató járásával ellentétes irányba, hanem az óramutató járásával megegyező irányba. Igen. Így van. Ami persze fölmerülhet kérdésként, hogy ez mi a túróra jó. Mármint, hogy olyan szempontból, hogy miért pont ezre a pályára küldik, miért nem az Apollo programban megszokott sima alacsony hold körüli pályákra. Ugye, hát itt már az is lehet, hogy át is kanyarodhatunk részben ezekhez a kis CubeSatokhoz, uh-huh. amik együtt utaztak, mert abban ugye az az érdekes, hogyha az ember kicsit úgy megnézegeti ezeket a CubeSatokat, hogy mi is ezeknek a célja, akkor rögtön ugye azt hinnék, hogy hát akkor mindegyik ott megy kb. Mint ahogy az Orion, oké, ott nagyjából úgy el vannak, de kirülni nem. Tehát valamelyik hold körüli pályára próbálni, valami megpróbál leszállni a holdra, sajnos úgy néz ki, hogy nem sikerült, rádiókommunikációs okok miatt legalábbis nem tudjuk, hogy mi történt. Valamelyik elindul egy kis bolygó felé, tehát így nagyon elhagyja a rendszert, valamelyik meg kimondottan napfizikai dolgokat csinál, tehát azt is lehet mondani, hogy hát egy nap körüli pályára áll, kvázi mint egy műbolygó. Na most, hogyha megnézzük, hogy ezek a CubeSatok mindegyike az 6 egységes, tehát 10x20x30 cm-es, akkor azért, hogy mennyi energia kell ahhoz, hogy ugyanabból a pályából indítva te ennyire különböző pályákra el tud rakni ezeket? Nyilván is egy kísérlet, tehát az jó kérdés, hogy ezekre a pályamódosítós kis CubeSatos manőverekből mennyi fog összejönni a gyakorlatban, mert ugye mindegyik még nagyon az elején van. Ugye, mert a holdra leszállós
Hú, annak egy jó kis, nagyon szép japán neve van, Omotenashi. Omotenashi, ugye, az igen. Az, hogy az ilyesmit jelent, hogy vendégszeretet, hogy micsoda, de valójában az is egy rövidítés. Tehát, hogy igen, Outstanding Moon Exploration Technology Demonstrated by a Nano Semi-Hard Impactor. Így ja. Igaz. És ez a Semi-Hard Impact, ez azért durva, ugye? Tehát ez az igen. Lett volna, hogy egy ballont fölfúj maga köré a CubeSat, és rápottyan a Holdra. Így igaz, igen. És hát igen. Ugye azt mondod, hogy lehet, ez megtörtént, csak nem tud velünk beszélgetni? Hát ugye ott az volt a fő kérdés, ez a kommunikációs kapcsolat fölvétele címszó, hogy azért a műhold helyzetét stabilizálni kellett annyival, vagy annyira, hogy ugye az antennáját az úgy körülbelül felénk tudja fordítani. És ez az, ami nem biztos, hogy összejött. És ez az nem biztos, hogy összejött, sőt, azt lehet tudni, hogy az elején még nem igazán jött össze ez a helyzet stabilizálás, onnantól kezdve már a rádiókommunikáció sem nagyon jött össze, viszont hogy nem tudsz kommunikálni rádióval, akkor nem tudod, hogy mi történt vele. Tehát hát valójában ugye ez az, és ugye ennek a követése, ez még amiatt is érdekes, nem csak azért, mert hogy úgy általában a CubeSat egyik a sok közül, hanem az, hogy ezen volt egy olyan adó, ami kimondottan rádióamatőr sávban is sugárzott volna, és ezt megpróbálták többen venni, többek között mi is. Mondván, hogy hát azért ebben van kihívás, hogy mekkora antenna, milyen beállítások, stb. Kellenek ahhoz, hogy egy tehát ténylegesen... Tehát ezt a japánt próbáltátok? Igen, volt? igen, ezt. Hát abból a feltételezésből kiindulva, hogy arra van, mint az Orion, főleg ugye a küldetés elején, az első pár napban, és hát ez sajnos nem sikerült venni, és hát nyilván nekik is az volt volna a céljuk, hogy először hozzák rendbe a műholdat, aztán majd utána bekapcsolják a rádióamatőrsába pittyegő kis jeladót. De amúgy van még ugye három másik, aminek a Hold a célja. Ugye igen, van a Lunar Ice Cube, Kent, igen, az Ice Cube, vagy Morehead Egyetem, nem is, igen. Morehead State University. Akkor van a Lunir, azt hiszem a, igen. A Lunir is, a... És még van a Luna Age Map. Arizona State University által generált valami, aminek az a lényege, hogy próbáljon hidrogén... Igen, a polar hidrogén mapper. Igen, az is. Igen. Biztos valami ilyen neutron spektrométer. Neutron spektrométer az, hogy tulajdonképpen neutronokkal bombázzák a Hold felszínt, és akkor ugye nyilván az, hogy abból mennyi pattan vissza, tulajdonképpen abból lehet arra következtetni, hogy mennyi hidrogén van ott. Igen. Ugye ilyet csinált a Lunar Prospector 1998-ban, és akkor úgy látszik, most ezt akarják hát egy N plusz egyszer is igazolni. Igen. De hát ugye ezek ugye mind a Hold irányában vannak. Igen. Tehát igen, akkor igen. Ezekkel is elméletileg próbálkoztatok, vagy ezek más frekvenciák? Nem, ezek más frekvencián, nem. Tehát meg ugye az, hogy ezek mégiscsak kis műholdak, és ugye pont ezért, amit itten az előbb itten diskuráltunk, hogy ezek mennyire változatos pályán vannak, azért ezeknek a műholdacskáknak, ugye a 6 literes, majdnem már 7 literes térfogatból, azért nem elhanyagolható része a hajtómű. Na most, hogy a maradék térfogatba, még a mindenféle egyéb mellett még valami megfelelő teljesítményű rádiódót is beleszuszakolj, tehát ez ugyanúgy a Deep Space Network antennáival veszik. Aha. Tehát az nem olyan feltétlenül, hogy oké, veszünk egy kis egyszerű rádióamatőr kis jagi antennát, azt kitesszük az ablakon, és úgy hadonászunk a Hold felé, vagy így körülbelül a Hold felé, tehát az sajnos nem fog összejönni. Sőt, valószínűleg a japán műholdnál, mert az egyik japán műholdnál, az Omotenashinál sem feltétlen jött volna össze, de azért mondjuk ugye próbát megér. Volna. Vagy hát meg is ért, de hát sajnos ez a része, ez nem sikerült, úgy néz ki. Na igen. De ettől függetlenül igen, szóval az úgy érdekes, mert ugye a CubeSatoknál is van egy ilyen egyszerű gondolat, hogy az ugye azoknak nagy részét, hát mondjuk úgy, hogy nem elhanyagolható részét, ugye alacsony földkörüli pályára teszik, ahol viszonylag kevéssé intenzív a sugárzás, mert ugye a Föld mágneses tere ugye megvédi. Kivéve a dél-atlanti anomáliában, de ott viszonylag ritkán megy. Most odakint, tehát a Föld mágneses terén kívül, azért már viszonylag nagyobb a hangulat. És akkor kérdés, hogy ezek mennyire bírják. Ugye vannak ilyen életkísérletek is, ugye a BioSentinel műholdon, ahol valamilyen fajta élesztőt visz magával, és akkor a kérdés, hogy ez hova fog evolválódni, hogyha ott kicsit sokat megy az űrben. Na, az például kimondottan ilyen műbolygószerű pályára megy. Tehát a nap föld közötti... Tehát, úgy, hát ugye a Föld mellett, de már inkább a nap körül kering. Igen. Meg ugye itt van az NEA Scout. Near Earth Asteroid Scout. Na hát az meg még jobb, mert az ugye meg egy napvitorlát is visz magával. Uh-huh. És akkor az a kérdés, hogy meddig jut. És ott is van egy kitűzött cél,
konkrétan egy 2020-ban felfedezett kisbolygó, egy Near Earth, ez földközeli kisbolygó, na és hogy akkor az úgy oda megy. Na most ez a legjobb az egészben, hogy képzeld el, hogy ennek a szondának az eredeti célja az 1991 VG nevű kisbolygó lett volna, csak ugye még tavaly, csak ugye halasztották a repülést, és így lett, azt hiszem, ez a 2020 GE nevű. Ja, igen, hát az, na, annak az nem vicc, teljesen mindegy. Ugye igen, az 1991 VG, az már szokolébresztőben sem legettük, és az egy legendás kisbolygó. Azt Jim Scotty fedezte fel, a híres kisbolygóvadász, Skywatch, vagy hogy hívják programnak a Spacewatch, vagy Space hívják, Watch. Spacewatch, igen, programnak az egyik vezetője, de rengeteg ilyen földközeli kisbolygó felfedezése kötődik a nevéhez, de ez 1991 VG, ez annak idején nagyon izginek tűnt, ez ugyanis egy olyan földközeli kisbolygó, aminek olyan furcsa pályája van, ami hát amihez hasonlót annak idején még nem ismertek, azért most már azóta találtak több olyat is, ami ilyen, de a lényeg az, hogy nagyjából olyan 21 néhány évente, nem tudom pontosan, de elég közel kering a Földhöz, akkor nagyon megközelíti, de egyébként meg jól el tud távolodni. Tehát de az az érdekessége az egésznek, hogy olyan pályán van, ami egyébként nehezen megmagyarázható természetes okokkal, hogy hogyan került oda. És kezdődik. Hogyha ugye kezdődik, és hogyha az ember kiszámolja, hogy mennyi ideig lehet stabil valami egy ilyen pályán, akkor kiderül, hogy az néhány tízezer év. És akkor ez a kérdés, hogy ez mi a bubbánat, és hogy került oda. És természetesen az első feltételezés az volt, hogy ez egy rakétafokozat, csak hogy amúgy nem nagyon stimmelt, mert ugye 91 befedezték fel, akkor az egyel korábbi ilyen lehetőség, persze most nem számítva azt, hogy persze mindenféle ilyen perturbáció csúnya dolgokat csinál, de hogy lehetőség, persze most nem számítva azt, hogy persze mindenféle ilyen perturbáció csúnya dolgokat csinál, de hogy konkrétan az egyel korábbi földközelség ezen a jelenlegi pályáján a felfedezés előtt az 1977 körül volt. Hát aztán, akkor még az időben. Akkor volt, de pont abban az évben egyetlen egy űrszonda ment, és annak meg tudja a Helios nevű amerikai-német napszonda, és akkor végül kiderítették, hogy annak a fokozata az megvan. Tehát, hogy és akkor az egyel korábbi megközelítés viszont már űrkorszak előtti volt. És akkor annak idején ugye nem véle, és akkor persze van ennek egy ilyen nem triviális fénygörbéje, hogy két óránként átfordulgat, és hogy hirtelen nagyon fényes, tehát tényleg egy elnyújtott valamire hasonlít, tehát tényleg olyan, mint egy rakétafokozat, de hogy nem lehetett beazonosítani, hogy milyen rakétafokozat lenne, és akkor ezért aztán természetesen előjöttek az ötletek, hogy hát ha ez mesterséges, de hát ha nem mi építettük, akkor honnan jött, ugye? Tehát ilyen még a SETI szépség is írja Almár Iván, hogy de érdekes, valami olaszok felvetették annak idején. Mert akkor ez még nagyon különlegesnek tűnt. Most már amúgy nem tűnik annyira különlegesnek ez a kisbolygó, mert most már azért ilyen Apollo típusú kisbolygóról találtak egy csomó mást, és akkor azért ugye most már annyira nem tűnik kirívónak, de az a vicc, hogy amikor még az volt, hogy olvastam, hogy az 1991 végéhez menne ez a NEA Scout, akkor azért a szívemhez kaptam, hogy na végre. Kiderül. És akkor írtam a Jim Scottinak, hogy mit szól ehhez. És akkor képzeld el, hogy azt írta, hogy hát ez fantasztikus, hogy ő ezt nem tudta. Hogy tőlem tudta meg, hogy az 1991 végé, tehát a égítest felfedezője, aki amúgy foglalkozott az égítesttel utána is, például a legutóbbi néhány évvel ezelőtti föld közelsége alkalmából, akkor már volt szokolébresztő, akkor is írogatott róla valamit, hogy sajnos akkor se jött elég közel a földhöz ahhoz, hogy fel lehessen bontani, tehát akkor is csak a fénygörbéjét lehetett nézni, de hogy milyen alakú a cucc, meg ilyesmi, ez teljesen esélytelen volt, mert tényleg egy néhány száz méteres valamiről van szó. Ugye attól függően, hogy miből van, és hogy mi a fényviszonyerőképesség. Tehát ez tök izgi lett volna, és akkor tényleg a szívemhez kaptam, hogy úristen, ez a küldetés, ez fel fogja keresni ezt, az 1991 VG nevű legendás égitestet. Jim Scotty ezt tőlem tudta meg,
Azt mondta. Fel is kértem, hogy akar-e a szokolébresztővel beszélgetni ez ügyben, és elvileg azt mondta, hogy igen, csak most erre a mai adásra még nem jött össze, de aztán persze olvastam én is, hogy amit olvastam, az sajnos már nem az igazi terv. Mert hogy időközben a halasztás miatt ugye nem az 1991 végé lett a célpont, hanem ez a másik, ez a 2020 GE, ami a becslések szerint szintén valamilyen néhányszor 10 méteres vagy 10 méter körüli kődarab az űrben. Hát igen, ez kicsit olyan, mint amikor a New Horizons is ugye célpontot keresett, ugye ott se az volt feltétlenül, hogy a cél, hogy legyen minél nagyobb, hanem az, hogy legyen egyáltalán ott valami. Ja. Ami ugye viszonylag kis energiabefektetéssel elérhető. Hát igen. Na most itt tehát is azért... biztos ez van, de egyébként persze, ha ez egy napvitorlás, akkor nyilván, ha már jó, hogy mondod a New Horizons, mert az még nyilván amúgy itt is fölmerül, hogy akkor még ha véletlenül működne tovább, akkor azért lehet további célpontokat keresni ennek is. Na de ne szaladjunk előre. Ezekről tudsz bármit, hogy ezek mennyire működnek, vagy nem működnek? Ezek. A CubeSat. Hát például ez a, igen, azt mondtad, hogy a Japánról úgy tudod. Hát a Japán, igen. Azt igazából azért néztük meg jobban, vagy nézegettem egy kicsit jobban utána, mert hogy megpróbáltuk ugye venni. Aha. Ugye a rádióadás. A többi az valójában nagyon nagyobb antennácska kéne, nagyobb kraft. Nyilván bizonyos sávokban esetleg azt is, azokat is meg lehetne próbálni, de az nem volt ennyire, hogy mondjam, hát ugye pont az ilyen pont a rádióamatőr érdeklődés körébe, hogy az ember így kvázi hobbiból megnézegeti, meg kicsit utánolvas. Úgyhogy a többire nem nagyon tudom, hogy konkrétan mi a helyzet. Ugye pont azért, mert hogy az, hogy ezeknél a műholdaknál ugye a hajtóműrendszer, mert a hajtómű alatt most tényleg ilyen öklömnyi kis egyszerűnek tűnő, de valójában elég bonyolult eszközöket lehet elképzelni. Már ugye az is egy kérdéses dolog, hogy ott minden rendben lesz, minden működni fog-e. Ha igen, akkor ténylegesen ezek a pályák milyenek? Ugye hogyan keressük meg ezeket a pályákat? Ugye ez se annyira egyértelmű, mert azok a leírások, amivel mondjuk egy alacsony föld körüli, vagy közel alacsony föld körüli műholdnak a pályát leírod, itt már nem igazán működnek, mert ez már nem is a föld körül kering, de nem is a nap körül, de nem is a hold körül. Tehát ugye ezek már egy kicsit ilyen szempontból érdekesebb pályák, ugye ezeknek is nyilván utána kéne nézni. Hát én arra gondoltam most, hogyha majd lesz egy kis időm, zárulja hehe, akkor már azt is érdekes lenne összeszedni, hogy ezekben a kis holdasokban milyen hajtómű van. Hát igen. Tehát, hogy milyen típusú hajtóanyaggal, milyen kiáramlási sebességgel, milyen specifikus impulzussal működik, hogy egyetem mikre képesek, mekkora delta V-t tudnak elérni. Tehát az összes ilyen dolog, ez úgy mindegyiknél más. Tehát pont az érdekes, hogy nem az van, hogy oké, hogy fölölünk 10 holdat, már 10 ilyen pici CubeSatot, és akkor mindegyik ugyanúgy működik, hanem nem. Tehát mindegyik más. Ez egyébként nagyon jó pofa, mert sok mindent lehet kipróbálni. Például egyébként, hogy egészen extrém hajtóművek is fölmerülnek. Ugye van olyan küldetés, ha jól látom, amelynek konkrétan az a lényeg, szóval nem is tudom, ez melyik ez a Centennial Challenges nevű Team Miles. Team Miles, igen. Az a műholdnak a neve, hogy Team Miles. Igen. Na, olyan igen. Tehát az például ugye plazma hajtást. Igen, na pontosan. Akar igen. Tesztelni. Az ember azt hinné, hogy megnézi a listán az utolsót, már hogyha mondjuk ABC-ben nézzük, akkor a Team Miles az viszonylag a végén van, és akkor hát ez már biztos olyan lesz, mint valamikor, és kiderül, hogy nem. Tehát ez is teljesen más. Jó, hát ez egyébként tök menő, hogy ennyi ilyen CubeSat így lehetőséget kap az alacsony föld körüli pályától távol. Tehát ezzel a küldetéssel így több mint megkétszereződött a föld körüli pályán túljutó CubeSatok száma. Igen. Azért, hogy ezért ezt lássuk be. Bár persze tudom, mindenki mondja, hogy hát miről beszélünk, hát a hold is a föld körüli pályán kering. Tehát, na, de értjük. Szóval a lényeg az, hogy alacsony föld körüli pályán túl, ahogy mondtad is, ott azért nagyon más törvények érvényesek. De ugye említettük ezt a távoli retrográd pályát, így hívják ezt a valamit, amin ezt a másfél kört megteszi. Tehát annyira ez a űreszköz, ez az Orion, mielőtt ugye hazaindul. És akkor persze hogy oké, hát ez egy nagyon jó kis égi mechanikai bravúr ilyen pályákat megtervezni, meg tök menő, de hogy miért? Tehát hogy milyennek az előnye tudományos szempontból? És hát azért akárhogy is nézzük, azért ugye nem sok. Tehát valójában ez inkább, én azt hiszem, hogy
ami a emberes holdutazást illeti, ez egy kényszer megoldás, mert akárhogy is nézzük, hiába benga nagy ez az SLS, ez a Space Launch System, viszont azért a hold felé ez 27 tonnát tud elindítani. Tehát a alacsony földkörüli pályára 95 tonnát tud állítani, de a hold felé elindítani 27 tonnát tud. 27 darab tonnát. Igen. Ami egyébként kisebb, mint akár az Apollo anyaűrhajónak a holdkomp nélkül a tömege. Ráadásul az Orion az egy nagyobb kabin, tehát az embereknek jutó kabin az nehezebb, mint az Apollo. Tehát ebből is következik, hogy a hajtóméretség az meg kisebb, pedig hát még nagyobbnak kéne lennie, ha ugyanolyan pályára akarnánk állni. Tehát viszont cserébe lassabban megy. Lassabban megy. Viszont nagyobb a tér az űrhajósoknak, tehát azt jelenti, hogy kényelmesebben tud a punyadni, amíg úgy utaznak. Viszont hát ugye azt is jelenti, hogy nyilván a alacsony hold körüli pályára lelassulni, és aztán onnan kijönni, tehát igazából az sokkal több energiát, tehát sokkal több hajtóanyag kéne ahhoz, főleg egy ekkora punyadó tér esetén, ugye, tehát azért még egyszer a személyzetes kabin az jó nagy, tehát az épp, hogy beférne ebbe a stúdióba, amibe ülünk, tehát azért... És most is milyen kényelmesen vagyunk. Ja, látod. Igen. Szóval az a vicc, hogy tulajdonképpen ez az SLS, amire ennyi pénzt elköltöttek, ez igazából azért gyengébb lényegesen, mint a Saturn 5. Olyannyira, hogy még a később továbbfejlesztetett, még csak papíron létező Block 2 változata is kb. Gyengébb lesz, mint a Saturn. Ez egy jó kérdés, hogy az Artemis 2 és Artemis 3 irányába ezt hogyan tervezik módosítani? Hát szerintem sehogy. Tehát, hogy ugyanez a rakéta fog Hány menni. Hány gyorsító fokozat volt ezen? Kettő, hát ugye? Ez úgy van, hogy ugye az alján van ugye az a két szilárd hajtóanyagú segédrakéta, ami olyan, mint amit a Space Shuttle-hez használtak, csak hosszabb, mert át lett alakítva. Ugye van a nagy főfokozat, a core stage, ami marha nagy, és akkor utána ugye az hidrogén-oxigén hajtóművel működik, és akkor van egy kicsi méretű interim cryogenic propulsion stage, ami igen. Egy, ami, ja, ez ami egyik ugye maga a gyorsító fokozat. Az egyik CubeSatnak az a feladata, hogy ezt fotózza. Tényleg? Igen. Ó, tehát jó. Azért ilyenek is vannak. Aha. Rám. Tehát, hogy így megnézi, hogy ez adja, ez működik, ez jó. Na, hát igen, szóval az bizony, ami lényegében elindítja a hold felé az eszközt, és kész. Tehát ez ilyen értelemben, hát jó, ilyen értelemben a segéd, ha ezt egy fokozatnak számítod a két szilárd hajtóanyagú rakétát, akkor hát ez egy három fokozatú, de inkább két és fél fokozatú hát rakéta, két és fél. Vagy mi egyezünk ki két és félbe. Két és ami fél azt maradhat. Jelenti, hogy hát igen, tehát valahogy azért ilyen szempontból nem optimális a design, és minden keserves pályatervezésnek, meg ugye annak, hogy eleve föl sem merül ebben az esetben az a dolog, mint az Apollónál, hogy maga a holdra szálló egység is ugyanazzal a rakétával menjen föl, mint az űrhajó. Most nyilván ez föl sem merül, hiszen épp, hogy az űrhajót is csak egy ilyen magas hold, hát nem is hold körüli, hanem holdhoz kötött. Mondjuk inkább holdhoz kötött, hát holdhoz pályára kötött, igen, állítja igen, ez a cucc. Van köze a holdhoz. Van köze, tehát igen. Van köze a holdhoz, de nem az a klasszik 1.0-as Apollo 8-as hold körüli pálya. Tehát nem ez a fajta. Ugye az Apollo űrhajók olyan alacsony pályán voltak, hogy 2 óra alatt kerülték meg a holdat. Igen, hát az már nagyon alacsony. Persze, igen, az másfél óránál egy kicsit több, mert a holdannak kisebb a sűrűsége, mint a földnek, igen. Ja, na szóval ez van. És akkor ugye nyilván itt föl sem merül, tehát hogy eleve az a koncepció, hogy majd a SpaceX valami varázslattal eljuttatja a hold körüli pályára a leszálló egységet, ami mondjuk eleve 4-szer akkora, mint az Orion, tehát tök vicces lesz, ahogy ezek találkoznak. Átszállnak a jó munkás emberek, jó és asszonyok, és leszállnak a hold déli sarkára. De ez majd a kettővel későbbi repülésen lesz, mert a következő, az Artemis 2, az ugyanezt fogja megcsinálni, mint a mostani repülés, csak emberekkel. Tehát ott az még csak egy ilyen holdat körbe táncolós buli lesz. Mondjuk, amikor úgy kétszer megközelíti a holdat, az vicces, akkor az úgy fotóznék én is egy párat. Igen. Jó, amúgy a fotózással az úgy nagyon menő, tehát az azért kétségtelen, hogy 2022 van, hogy azért az elég epik, hogy jelen pillanatban is most már, az elején még nem tudták ezt megígérni, de most már konkrétan élőben megy a GoPro-król a livestream. Na, az Orionon, tehát megszakítás nélkül, tehát az van, hogy
azzal vagyunk elkényeztetve ezúttal, hogy akkor majd a második flyby-nál egy 5-6 nap múlva, na majd nagyjából ott. Igen. Ott lehet majd rendes holdfényképezést majd lehet csinálni, rendes mert akkor a hold közelpont olyan helyen lesz, ahol van fény. Tehát konkrétan akkor el fog repülni olyan helyeken. Tehát ugye most az volt, hogy például, amikor azt hiszem, hogy az első hold melletti elrepülésnél a pályának a legközelebbi pontja a holdhoz az olyan helyen volt, ami éppen sötétben volt. Na, ez nagyon jó kérdés. A közelebbi körnél, viszont a következő körnél meg nem. De szóval az a lényeg, pont Mikulás napján lesz, plusz-minusz. Így igaz. Most az a lényeg, igen. Jó napot kíván. Jó napot kívánás, esetleg fog fennforogni mindenképpen. Szóval az a legszebb az egészben tényleg, hogy létezik ez az élő feed. Tehát, hogyha az ember beírja, hogy Artemis 1 live, aha, akkor ezekben a pillanatokban is érdekes módon egyébként az IBM honlapján keresztül megy a feed, tehát video.ibm.com, és azon belül van egy NASA Artemis 1 live channel, és nézd, itt lehet integetni, mert az a paca, az a néhány pixelnyi kék bigyó, az vagyunk ott mi. A jó árhír. Ott vagyunk, tehát ha most integetsz, akkor láthatjuk magunkat. Vagy nem, nem tudom, mert amennyire el van mosodva, lehet az egy lencsebefénylés is, de azért az gyanús, hogy ez a föld. Tehát jó, hát nem a legjobb minőségben jön le a live feed, azért azt be kell vallani. Nyilván csinálnak ezek Super HD verziót is, de azokat majd később küldik le. Legkésőbb akkor fogjuk látni, amikor belecsobban az óceánba a kabin, és lehozza. De hát az is live lesz, igen. De igen. De a lényeg az, hogy oké, hát most ilyen 90-es éveket idéző minőségben, de hát azért nem akár honnan. Tehát konkrétan itt tényleg az van, hogy ott van a földecske. És akkor persze hangsúlyozzuk ki, hogy ezek a GoPro-k is, meg maguk a hajtóművek is, meg a napelemek is, azok mind-mind az Európában kifejlesztett műszaki egységen vannak, mert hogy ez csak félig egy amerikai űrhajó ez az Orion. Hiába amerikai a rakéta, meg amerikai a visszatérő kabin, meg amerikai a CubeSatok nagy része, de nem mind, ugye, mint egy hallottuk. Olasz van, két japán, és a többi amerikai. Igen. Na de viszont ez a műszaki egység, ami hát tulajdonképpen, hát mondjuk, hogy bizonyos szempontból az egyik a legfontosabb része az űrhajónak, azt Európában az Airbus készítette Brémában. Na. Európai űrügynökség hozzájárulása, ugye ez az európai ATV teherűrhajóknak a hátsó részéből van átalakítva, amit annak idején az ISS ellátására építettek Európában, konkrétan Németországban, és mert Brémában van a gyár, ezért ezt a műszaki egységet el is nevezték úgy, hogy Bremen, vagyis van neki neve, ezt Brémának hívják ezt az eszközt. Na, 45 van, jó szokásunknak megfelelően bekapcsoljuk a telefonokat, van hozzá adástelefon, vagyis a telefont, de ezt úgy szoktak mondani, hogy a telefonvonalak élnek, de hát nem igen, tudom. Igen, igen. Bemondtad az adástelefont? Nem, most mindjárt. De hát ezt mindenki tudja már fejből, mert itten gyakorlott telefonálókról van szó. Akkor miért forgatod a fejedet úgy jobbra? Mert oda van írva. De ugye egyébként meg oda is van írva. Írva, igen, csak az nekem hátra kéne fordítani. De egyébként tudom fejben a számot, csak ugye a lényeg az, hogy nem csigázzuk tovább a kedélyeket, vagy hogy mondják ezt. 215 37 73 budapesti előhívószám után az a telefonszám, amellyel be lehet kerülni a Szokol ébresztőbe, és mindenféle kérdést lehet feltenni, és közben itt nézzük itt az IBM jó voltából, vagy a NASA jó voltából a földet. Az Orionról. Egyébként, ha jól számolom, a NASA-nál, most a SpaceX-et nem számítva, a NASA-nak az első esete, hogy egy emberszállító űrhajót napelemmel működtet. Oké, hogy ezt is az európaiak építették hozzá, de azért ez vicces. Igen, nem? Igen. Tehát igen. Mercury, Gemini, Apollo, Space Shuttle, ezek mind olyasmik voltak, amik nem napelemről működtek, hát de most már javulnak a hatásfokok. Javulnak a hatásfokok. Ugye, inkluzív több eszám. Na, jó van. De akkor a lényeg az, hogy hát azért mi ne álljunk le, mert hát, hogyha nem telefonál senki, mi nekünk, akkor is van itt bőven megbeszélni valónk. Így igaz. Például az, hogy mi értelme ennek? Jó, hát most jó, hát ez talán nem tudom. De véletlenül szerinted ez mennyire, mennyiben egy értelmes program amúgy? Tehát ez teljesen. Jó, oké. Ennek azért örülök. Mert én például a Gateway-ről nem vagyok meggyőződve, hogy van bármi értelme.
Tehát a Hold körül keringjen egy űrállomás nevű koncepciónak, én őszintén szólva csak egy szempontból látom értelmét. Igen. Mindig süt a nap, lehet vele kommunikálni rádión hatékonyan, és hát azért ott van sugárzás. Ha igen, a sugár, tehát hogy igazából, hogy az miért jobb, hogy... Kérdés, hogy mennyi anyagot kell vinned, már szó szerint ugye milyen vastag falat kell építeni az űrállomásnak, nem azért, hogy mit tudom én, a nyomást kibírja meg a szokásos dolgok, hanem azért, mert ugye sugárzás. Igen. Ugye ezt már az Apollo programokhoz így visszamenőleg is lehet tudni, hogy mi lett volna akkor az Apollo programmal, Apollo bármelyikkel 11-17 között tetszőleges. Ha egész számkivéve 13, hogyha lett volna egy napkitörés. Amúgy pont egy relatíve érdekes, hogy nem azt állítom, hogy naptevékenységi minimum idején ment le az Apollo program, de az nem volt olyan heves maximum, mint ami most jön. Most lesz. Igen. Ugye, most azért megyünk bele a szózba. Takács Tamás törzs hallgatónk hívta fel erre a figyelmet, hogy bizony most azért a naptevékenység az eléggé durva, az érezhető és a földkörüli pályán keringő műholdak esetében, igen, jobban fékeződnek, is, mint valaha. Igen. Igen. És hát igen, ez az összefügg azzal, ez hogy a napból GRV-alfáron mekkora méretű fájlok keletkeznek, igen, tudom, mert valahol ilyenekből is látszik, igen. Ja. Na igen, és akkor hát ez egy érdekes kérdés, hogy na igen, hogy Oké, tehát, hogy kering a Hold körüli pályán egy űrállomás. És mit lehet csinálni egy űrállomáson? Ugye lehet fényképezni, ami odakűn van, hát arra ahhoz nem kell már ember 2020-as években. Lehet csinálni mikrogravitációs kísérleteket, hogy jédeljó súlytalanság, hát ahhoz meg nem kell elmenni a Hold körüli pályára. Tehát ezt az alacsony Föld körüli pályán is meg tudod csinálni. Az egyetlen dolog, amit tényleg lehet ebből szerintem tanulni, ez pont ez, hogy a sugárzás. Igen. És ugye azért jó ez hogy ilyen közbülső időtartamú sugárzásokat lehet nézni, tehát még mielőtt nekivágnánk egy 9 hónapos marsutazásnak, mondjuk néhány hetet eltöltenek a userek egy ilyen helyen. Hát mondjuk néhány hét, az ugye volt az Apollo program is, mert hát az is egy ordó hét. Két hétnél nem volt hosszabb repülés. Hát jó, de ott már nem számít az, hogy most repülsz, vagy a Holdon vagy. Sugárzik. Igen. Csak hogy ezek az embereket nem... viszont az izébe raknák le a sötétre. Tehát ugye az van, hogy az Artemis holdra szállókat... Veszünk egy holdi déli sarkot, vagy póldi pólust, ott van egy kráter, nyilván már, hogy mindenhol van kráter, ami ugye tök sötét van mindig. Mindig. És ezért aztán felteszem, a kozmikus sugárzás sem jut be annyira. Hát a napból jövő. Hát ugye nyilván az a legfontosabb. Hát igen, az egyéb az bejut, de igen. Szóval, mert ugye egyébként ugye azt szokták mondani, ami szerintem full kamuduma, hogy a Lunar Gateway űrállomásnak ugye az a lényege, hogy az valami átszálló helyként funkcionáljon. A Földről érkező Orion űrhajók, meg a Hold és a e között a near rectilinear halo orbit között közlekedő komp. Őrsvezértere. Mint az őrsvezértere. Ja, hirtelen szerintem a Detre őrsre gondolom, hogy jön ez ide. Hát ő egy webfejlesztő. Na, de nem őrsvezértere. Igen, tehát egy ilyen átszálló pont. Na, de hát ugye vegyük észre, hogy ahhoz nem kell űrállomás. Tehát ahhoz, hogy két cucc összekapcsolódjon a Hold körüli pályán, az semmiféle benzinkútra nincs szükség. Jó, ez lehet, hogy tényleg az is mögötte lehet, mint ugye az egész sugárzásos biznisz, mert ugye a marsi projektben is az a szűk keresztmetszet. Igen, tehát ez ugye, az egyetlen értelmes dolog. És ugye ezeknek a CubeSatoknak is, ami most megy az Orionnal, ott is egy biztos, de szerintem akár kettő is így, ugye erről szól, hogy hát oda teszünk egy élesztőt, és akkor megnézzük, hogy mi fejlődik ki belőle, mert hogy élesztő, ami úgy kell, így elkezd bugyogni, akkor az ugye elég félelmetes, megfelelően közelről fotózva, az úgy simán elmehet valami horrorfilm lightnak is. Na most, hogyha ezt még kitesszük egy kis sugárzásnak, elkezd evolválódni, szavazati jogot követel, meg ilyenek. Tehát azért az igen, akár igen. Még érdekes is lehet. Hát bizony. Tehát, ugye tehát hogy önmagában már ezzel is ugye foglalkoznak, az ugye amiatt ugye fölmerül az a kérdés, hogy oké, és akkor majd az emberekkel mi lesz. Igen. Most ugye itt ugye megint visszakapcsolok, mindig azon, hogy utalok vissza ilyen múlt szokolébresztőkre, de ugye pont tavaly, amikor Amerikában voltam, akkor csináltam egy interjút a Florida State-en ezzel a Michael Delp nevű fickóval. Az volt a címe, hogy a mély űr és a szív, ez volt a szokolébresztő 114. adása, és ugye ez a fickó egy elég ellentmondásos tanulmányban, de mindenképp érdekes tanulmányban ugye azt vizsgálja, amint erről már többször volt szó ebben a műsorban, hogy azon űrhajósok között, akik az Apollo program idején eljutottak a Holdhoz, azok között
akár sokkal később, tehát nem az, hogy ezek hirtelen meghaltak, vagy ilyesmi, olyan is volt, de olyan is, aki még él, tehát sem 90-es éveiben vígan vigyorok, tehát hogy ne értsük félre, amit állít. Azt állítja, hogy a halál okai között sokkal nagyobb arányban szerepelnek szív- és érrendszeri betegségek, mint akár az amerikai átlagpopulációban, akár a legjobb kontrollpopulációban, amik olyan űrhajósok, akik velük együtt űrhajóskodtak, csak nem jutottak el a holdhoz. Na most nyilván, mivel hogy összesen 24 emberről beszélünk, és abból még vagy nagyjából 10 élnek, tehát összességében azért ez egy pici minta. Hát de mert azért nincs igen, mesélte a csávó, hogy nincsen hozzáférése a teljes kortörténetükhöz. Uh-huh. Tehát konkrétan csak a halálozási GDPR. Okokhoz. Tehát azt, hogy mi vezetett el addig. Hát igen, GDPR, vagy valami. Persze. Igen. Na a lényeg az, hogy azért hát reméljük lassan gyűlik össze a minta, tehát hosszú életet kívánunk minden hold közelét megjárt Apollo űrhajósnak. De most de akik abból a 20, ugye 12-en jártak a holdon, de 24-en jutottak el összesen a hold térségébe, ugye sugárzás, tehát vagyis úgy mondjuk, hogy a földsugárzás, a mágneses vezeték kívül, mit tudom én, hát mondjuk így. Szóval, de ugye ebben az érdekes, hogy valójában vagy a holdhoz mentek, vagy alacsony földkori pálya, tehát így más igen, nincs? Nincs, így van. Tehát igen, hát amúgy ugye földkörüli pályán valami 1000-valahány kilométeres a csúcsmagasság, amit még a Gemini programban értek el. Ups, és ez bizony egy telefon, csak annyira halkan csörög. Tökéletes. Na, most már hangosabban csörög, és föl is vesszük. Halló, szokolébresztő. Sziasztok, András vagyok. Éppen én voltam az egyik, aki ebben az űrhajósok kilátásaival kapcsolatban szóltam közbe, egyszer régebben. Igen. Még idén. De most már akarok mondani, csatlakozva ahhoz, hogy a hold körüli gateway állomás mennyire hasznos, csak itt is megint beszúrom röviden, hogy a Robert Zubrin, akiről szintén beszéltünk, nagyon kifakadt ez ellen, hogy minek még erre is pazarolni a pénzt, mert ő még a Marsnál is azt a direkt közelítést tartalmazta, hogy mindez a lehető legfrappánsabban és egyszerűen semmi közbülső állomás. Tehát persze főleg meg amiatt akad ki, hogy minden ilyen fejlesztés rettentően egyrészt viszi a pénzt, másrészt időben annyit hozzátesz, hogy már alig lehet kivárni a végét. Úgyhogy gondolom, ez is ide tartozik. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy azért itt valami távolabbi fejlesztés csírája benne lehet, tehát én felfogásom szerint érdemes fejleszteni valamit úgy is, hogy a legvégét még nem látjuk, mert egyszer jól jöhet. Hát igen, ez teljesen egy jó gondolat. Igen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És egyébként igen, hát amúgy vannak még olyan emberek, akik azt mondják, tényleg például ilyen volt a Michael Collins is, aki nemrég meghalt, ugye az Apollo 11 egyik űrhajós, aki szintén hagyjuk a holdat a fenébe, ott már jártunk, és menjünk egyből a Marsra. És ugye úgy például azt az álláspontot képviseli. Te képviselte, hát most ez már. Ez milyen érdekes, hogy valójában az űr az így nagy. Ja. És a léptékek is nagyok, nagyot változnak. Tehát vagy elmegyünk a holdra, és akkor mi a következő? Hát, Mars, hello. És akkor ez így hányszor messzebb van? Hát, legyen az mondjuk két nagyságrend. Tehát nem az, hogy mondjuk elmegyünk mondjuk háromszor messzire. Igen. Hanem az, hogy háromszor tehát messzire. Tehát a hold az, hogy elgyalogolsz a szoba túlsó falához, a Mars ehhez képest az, hogy lefutsz egy szigetkört. Hát körülbelül, igen. Igen. Sőt, exaktul nagyjából. Nagyjából, igen, ezt egyszer kiszámoltam. Jó. Én nem számoltam, hogy csak most leellenőriztem, de annyi. Igen. Hát nehéz dolgok ezek. Amúgy a Robert Zubrinra mindenképp érdemes figyelni, aki tényleg a Mars Direct koncepciónak az ő apukája, és hát emiatt aztán a marsi referencia küldetések, amiket a NASA néha maga is már magáévá tette. Ugye a Zubrin az kívülről jött, tehát ő egy ilyen underground fazon volt, akinek tele lett a hócipője a George Bush féle gigantikus Mars programmal, ami eleve kudarcra volt ítélve, amikor 1989-ben meghirdették, mert ilyen Battlestar Galactica kategóriás nagy, gigantikus projektet vázolt fel, azzal a céllal, hogy 2019-re menjen ember a Marsra. Tehát nyilvánvalóan röhelyes volt az elképzelés, mert hát ez tehát tartatatlan volt, és akkor alternatívaként felvázolta a fickó ezt a... Na melyik lesz a fúziós erőmű, vagy Mars utazás? Szerintem
Hú. Na. Na. Jó, most én a marsutazásra tippelek. Szerintem kedves is. Kolléga. Igen. Az... igen. De egyébként ez nem a NASA miatt, hanem a SpaceX és egyéb ilyen izék miatt gondolok. Tehát ha csak az Artemisből indulnék ki, ugye vannak ezek a nagy nemzetközi, nagy, grandiózus, tudományos programok. Egyike az Artemis, a másik ugyanilyen, ugye, az az ITER, ami a fúziónak, a magfúzió SLS-e, ugye? Igen. Tulajdonképpen. És hát nyilván ott is óriási mérnöki problémákról van szó, meg minden, de hát az is ugye jó sokat csúszik, meg minden, de hát majd ott elvileg lesz majd kísérleti pozitív energiamérlegű magfúzió. Persze. Csak a kérdés az, hogy abból mikorra lesz nekünk úgy izé, hogy mikor tudunk azzal fűteni télen, meg ilyenek. Hát, igen. Az még ott alvós. Az lehet, hogy akkor már lesznek emberek a Marson. Másfelől meg mennyire fog begyorsulni az egész űrkutatás, hogyha meg lesz a fúzió. Tehát ha egyszer tényleg eljutunk a korlátlan energiabőség korába, mondjuk az unokáink, vagy valami ilyesmi generációja, akkor onnantól viszont hirtelen lehet, hogy például rengeteggel több lehetőségünk lesz, mit tudom én. Aki ingyen termel kb. Energiát, mert magfúziója van, nem? Az igazából például beröffenthet, mit tudom én, a Merkuron egy bazi nagy antianyaggyárat, vagy mit tudom én, micsodát, és akkor... Jó, de a Merkuron kevés a hidrogén. Ja, sok a hélium. Ja, de igen. Hát tehát, igen, ja. Tehát azért az is kell... valami ja, nem, tüzelőanyag. Csak mondtam valami baromságot. Ja, baromság, nem, ja, baromság az jó, oké. Okay, A lényeg az, hogy nem, arra utaltam egyébként, amiről volt szó, most már mindegy, most már... Meg ugye ez kicsit ugyanaz, mint amikor arról beszélgetünk, hogy oké, okay, hogy csináljuk a kémiai hajtóanyagú rakétát, és akkor fölmondta, hogy hát nem lehetne ez esetleg makasadásos, nukleáris izé hajtóanyagú rakét, de most valójában még olyan sincs. Igen, meg az a vicc... Még és akkor kérdés, hogy lesz a fúziós meg rakéta. Az meg tényleg az ugye az, amit meg én szoktam mindig mondani, hogy nekem a veszőparipám, hogyha nincs, ami egyébként valószínűleg egy nagyon okos és tök jó dolog volt, tehát nem sírom vissza, vagy izé, nem kárhoztatom ezt a döntést, de az 1960-as években volt ez az egyezmény, ami megtiltotta, hogy a szovjetek, meg az amerikaiak, meg aki még azt aláírta, azok ugye nukleáris kísérleteket, tehát konkrétan atomrobbantásokat csináljanak az űrben. És akkor ez kb. A halálos ítélete volt annak az Orion nevű programnak, ami nem a mostani Orion űrhajó, hanem az konkrétan úgy működött volna, hogy atombombákat robbant maga mögött az űrhajó, és a robbanások lökik előre, és azzal iszonyatos sebességet lehetett volna elérni. Ez a Freeman Dyson fizikus féle terv, ez amúgy tök érni. Ez a Freeman Dyson fizikus féle terv, ez amúgy tök valid, és akkor már máshol tartanánk, és ez nem biztos, hogy egy jobb világ lenne, sőt, de egy olyan világ lenne, amiben néhány hét alatt el lehet menni a Marsra. Mondjuk egy hónap alatt, vagy valami ilyesmit. Hogy fékezünk le? Igen, hát ugyanígy, megfordulunk. Ja, nem mindegy, oké, de a részletek a kitárgyalására most mert nincs ugye ezt idő. Tudjuk, hogy nem az a kérdés, hogy melyik az, hogy állunk meg. Na igen, hát igen, ez a nagy szám mindig az űrkutatásban. Ha nem, viszont reggel 10 óra van, ami az adásunk végét jelenti, pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót, és átadjuk a terepet a BeWater című műsornak, ami utánunk szokott jönni. Viszont azért azt elmondom, hogy mindent meg lehet hallgatni, meg hozzá lehet olvasni a szokolébresztőkhöz a szokolébresztő.hu-n, és hát onnan, ami a Parallaxis univerzumnak egy oldala, úgymond, de ott van mindenféle podcast is, amit gyártunk, de a lényeg az, hogy ott SoundCloud, iTunes, mit tudom én, YouTube, akármilyen formátumon el lehet érni ezeket az adásokat és visszahallgatni, és 2 hét múlva jövünk vissza, a jó ég tudja mivel. Így igaz, biztos találunk addig valamit. Így van. Na, hát viszont hallásra, vagy viszont látásra, micsoda, igen, köszönöm igen. A figyelmet, jó hétet, jó hétvégét, ja nem, jó hétfőt, jó hetet. Kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.